Kimeszelték a falakat, ajtókat és csempéket cseréltek, valamint új WC és mosdókagylókat kapott a Penészleki Általános Iskola. Erre a felújításra az Unilever Magyarország Kft. Biztosította a forrást, országszerte 3 hátrányos helyzetű település intézményének. A különböző intézmények, iskolákra hirdettük meg. Igazából a fogyasztókat bevonva, a fogyasztók minden egyes Domestos termék vásárlásával 5 forinttal járultak hozzá ahhoz, hogy ezeket a mosdókat fel tudjuk újítani. Az idén 13,5 millió forint gyűlt össze, és a különböző támogatókkal körülbelül 20 millió forintot tudtunk a mosdók felújítására fordítani. A Penészleki Általános Iskolában 81 diák tanul. Ők a közel 40 éves vízes blokkokat használták eddig, közölte az intézmény igazgatója. Hozzátette, mosdóként több millió forintot fordítottak a felújításra. Ezt a beruházást önerőből nem tudták volna finanszírozni. Iskola mosdó felújítás azért nem 2 forint. Nyilván próbálja az ember karban tartani, akár higiéniai szempontból is, de azt tudjuk, hogy mennyibe kerül akár egy WC-kagyló vagy egy mosdó. És azért, hogyha az egész iskola mosdót fel akarjuk újítani, akkor ez lehetetlen saját bevételből. Simon Miklós országgyűlési képviselő a rendezvényen kiemelte, 30 középület, köztük 10-15 iskola és óvoda is megújul jövő nyáron a választókerületben. Erre a terület és településfejlesztési program biztosít forrást, de más támogatást is igényelhetnek az intézmények. Az EMMI is pályázatot hirdet, illetve fog hirdetni, mert hogy 40 milliárd forint lesz iskola felújításra. Ezt hallottuk, ugye 2 hónapja államtitkár úr jelentette be ezt. Ilyen formán a KLIK, mint intézmény fenntartó, fog tudni gondoskodni az iskolák állapotáról. Ez a mosdó felújítás egy inspiráció számunkra, hogy tovább kell ezt folytatni. A mosdó felújítási programban a Penészleki Általános Iskolán kívül a Nyírcsászári Általános Iskola is hasonló új vizes blokkokat kapott a megyében.